Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Viszki kultúrát teremtett Szőke Lajossal beszélgettünk. Gemenc 50. Kiállítás nyílt a Szekszárdi Vasinszky Mór Múzeumban a gemenci nagydíj fél évszázados jubileuma alkalmából. Múzeumok éjszakája Szekszárdon. Június 22-én színes programkínálattal várja látogatóit a Vasinszky Mór Múzeum. Szekszárdi programok. A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlója. A pálinka hazájában teremtett viszki kultúrát, kizárólag helyben termesztett alapanyagokat használ föl. Szőke Lajos lepárlójában jártunk. Aktív ember voltam, és túlrohantam magamat egy kicsit. 27 évig csináltam különböző vállalkozást egyfolytában, és úgy gondoltam, hogy ha visszavonulok, legyen egy olyan tevékenységem, amit ilyen csendesebben, nyugodtabban és falusi turizmus szinten lehet működtetni. Ezért gondoltam azt, hogy viszkit fogok készíteni. Az az igazság, hogy Magyarországon ugye mindig, hogyha valamit csinálnak, abból hirtelen sok lesz, így járt a pálinka is, hogy nagyon sok lett. Sokkal érdekesebb egyetlen viszki üzemnek lenni Magyarországon, mint 643. pálinka üzemnek. 2011-ben úgy gondoltam, hogy létrehozom a Magyar Gabona Viszki brandet. Ezen dolgozom, elkezdtem egy gabonával, lett 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-ig jutottam. És akkor rengeteg ember generálja azt, hogy ennek sikeresnek kell lenni. Hoztak gabonákat, ötleteket, fákat, hordókat, címkéket terveztek, üvegmintákat hoztak. Tényleg nagyon sokan. És ez olyan hatással volt, hogy a munka mellett csináltam először egy-egy mintát, majd kettőt, hármat, ötöt, tizet, és eljutottunk oda, hogy jelenleg 27 féle szesz van itt a raktárban. Nagyon fontos, hogy az eddigi tapasztalatainkat hasznosítjuk újra, újra, újra. Ugye nem volt kitől tanulnunk, és ezért ugye, amit lehetett olvasni, lehetett az interneten összeszedni, azt használtuk fel a kezdetekhez, és utána a tapasztalataink alapján alakítottuk át. Elkezdtem egy gabonával, kettővel, hárommal, ahogy mondta, és eljutottam 10-ig, találtam két gyöngyszemet, az egyik a triticale, a másik a ciro. A jövőben erre szeretném felépíteni a termést. Tehát úgy érzem, hogy ez belföldön és külföldön is érdekesség. Itthon is volt több kisebb kísérlet, pálinkásoknak is van egy-egy tétele, de ekkora kísérleti sort, mint amit én itt végignyomtam ebbe a kis egyszemes világcégben, más nem csinálta, nem voltak ennyire érdeklődők. Ők csak a viszkit akartak csinálni. Én meg úgy gondoltam, hogy szeretném a green viszkinek ezt az ágát kicsit felpörgetni. Történelmileg Magyarországon mindig készült viszki, de azok mindig a skótoknak a majmolása volt, hogy single maltot csinálni, a single malt, single malt. Én meg úgy gondoltam, hogy a másik oldalt próbáljuk meg. Több évszázados tapasztalattal nem lehet versenyezni a kisebbel inkább. A cirok a jövő kukoricája. Ebbe kell belegondolni. Ugye a kukorica egyre jobban ki fog menni, mert nincs öntözve a magyar világ, és a magyar világ tájai nem öntözve keveset lehet ősszel termelni, mert az idén van eső, tavaly volt eső, de előtte 5 évig nem volt eső. És ezért úgy gondoltam, mivel a cirok a világban egy nagyon fontos élelmiszer, nálunk meg a furcsán néznek rá, meg a söprűt emlegetik, ugye? Jó, de hát ugye ez nagyon komoly kutatásokon, fejlesztéseken ment át, és ahogy a világban is egy komoly élelmiszerre, még hosszú távon nálunk is az lesz. A glutén érzékenyekkel az van, hogy én nekem fogalmam nem volt erről, csak tudtam, hogy az valószínűleg egy női betegség, meg hölgyek mondták azt többször, hogy ők nem kóstolnak viszkit, mert ők glutén érzékenyek. De mondtam, ez nem jelent gondot, csináltunk sárga kölesből és kukoricából is, és akkor most nem mondhatják azt, hogy nem kóstolnak a glutén miatt. Fontos, mert ugye vannak olyan polgártársak, akiknek a glutén az komoly probléma. Én mondom, hogy a glutén valószínű, hogy a desztillálásnál nem megy át, de ők mondják, hogy de esetleg, mondom, akkor kizárjuk. Kész. Igazából a viszki az nem jobb vagy rosszabb, mint a világ más hasonló gabona szesz terméke, másabb. Másabb ugye, hogy a környező gazdáktól veszük nagy részt. Megpróbáljuk a környező gazdáknak a gabonáját felhasználni, a környező borászatoknak a hordóit használni egyrészt utóérlelésre, szóval megpróbálunk beleépülni ebbe a sárközi világba valahogy. Hát nekem nagyon fontos, ugye nekünk az ősök, erdészek, vadászok, madarászok voltak, ugye mi kötődünk az erdőhöz, a tájhoz, és minket nem kell nevelni arra, hogy védjük a környezetet, mert így nőttünk fel.
És én úgy gondolom, és hogy egyre idősödik az ember, hogy úgy visszakívánkozik abba a környezetbe. Van egy kicsi lepárlónk. Ugye mondta, ez az ország legkisebb kereskedelmi főzdé, egy 200 literes tornyos, egylépcsős lepárlónk van. Ehhez igazítottuk a termelést. Ugye minden egyes gép egyedi italt hoz létre, hogyha komolyabb változtatást hoznánk létre a gépbe, akkor az más lenne, máshez gyártana. És mi ehhez vagyunk szokva, ezen dolgoztunk, most hirtelen nem tudnánk váltani egy másikra, mert akkor az is egy hosszabb folyamat lenne. Viszont ebben a kisgéppel, a kis hordóval, ami 50 liter szesz teszünk bele, és megkezdi az életét, ezzel folytatunk kísérleteket, és ezt vittük minél jobb fokozatba. A lényeg az, hogy jó minőségű gabonát vásárolunk, ezt a jó minőségű gabonát feldolgozzuk alapanyagnak, a cefrének, azon dolgozunk, hogy minél magasabb százalékos szesz jöjjön ki belőle. Ledesztilláljuk, amikor ledesztilláltuk, akkor összegyűjtünk ugye kis tételeket, összegyűjtünk 300 liternét, hogy 6 hordóban egységes minőségi szesz fog legyen. 6 hordónkénti tételeket gyártunk. Elkészül a 6 kis hordó, ugye, meg van töltve. Ezeknek a hordoknak fontos, hogy milyen fája van. Kétféle fát használok, északi tölgyet és akácot. Nekem nagyon fontos, hogy az akácot beleépítsük ebbe. Ennek is megvan az, hogy az a fa, amiről dalok szólnak, az biztos, hogy sok mindenben hasznos. Kipróbáltuk, és nagyon érdekes, és nagyon kellemes ízt ad hozzá. Benne van az akácnak az a virágos, mézes, aki látott már, vagy érzett már akácfát, azt tudja, hogy miről van szó, és azt próbálom belelopni. Szóval ugye azon kell dolgozni, hogy minél jellegzetesebb legyen a termék, amit valaki gyárt, és nekünk sikerült ezt elérni egyszer a gabona választékkal, egyszer meg a fa választékkal. Azon belül még fontos, hogy hogy vannak égetve a hordók. Megpróbálja az ember a környéket bedolgozni a termékbe, és ilyen például az, hogy a szekszárdi kadarka ugye helyben világhíres. És ez egy nagyon finom termék, aki szereti ugye, és ezt szerettük volna beledolgozni a mi termékünkbe. De azt jelenti, hogy új hordóba, tölgyhordóba megérik a szesz, és utána beletesszük használt szekszárdi kadarkás hordóba, és abban még tartjuk annyi ideig, hogy kóstás alapján érzékeljük azt, hogy beleoldódott. Ez nekünk többször használt hordó kell. A kadarkánál is nagyon fontos az, hogy amikor bele van érlelve a viszki, akkor a viszki tartsa meg a saját jellegét, és a kadarka adjon hozzá pluszt. Hát a viszkiről és a mindenféle szeszről mindenféle mesék vannak jobbra-balra. Én azt szoktam mondani, hogy felbontod az üveget, egy kicsit szellőzteted, tehát töltesz 2 bunyit az üveg, vagy a pohárba, az üvegpohárba, megkóstolod, eldöntöd, hogy abban a helyzetben és hőmérsékletben, ahol vagy, ez erős, vagy megfelelő, ha megfelelő, kis kortyokkal elfogyasztod, ha nem, kis kanál víz, elkevered, beállítod arra, hogy egy kellemes szeszfok legyen. Milyen 48-as, ez bírja a vízt. Többen mondták, hogy jók ezentúl szeretni fogják a viszkét. Fontos az, hogy az emberek fogyasztási szokásához termeljünk, és mi nem gyártunk például durván füstös termékeket. Gyártunk egy-egy füstös terméket, mert van olyan érdeklődés, de az emberek döntő része itt a közép-európai ízlésvilágban is szoktam mondani, inkább csak az édes. Kellemes, édes. Ilyen ízű, olyan ízű, amolyan ízű, viszont ezeket az ízeket mindig megszokták kérdezni, hogy mivel ízesíti? Mondom, mi pluszban csak a fakan alatt tesszük bele, a gabonával ízesítjük. Szóval legtöbbször van az, hogy van egy alapgabona, mondjuk a kukorica, az adja az alapszeszt, és mond 3-4 vagy akár 5-féle különböző gabonával megízesítjük. Ez. Igazából, amikor egy-egy ilyen új ízt találsz, mindegy, hogy hol és milyen szeszt, azt meg kell szeretni, meg kell szokni. Az első találkozás nagyon fontos, mert az alapján választod ki, hogy te akarsz ilyet. Viszont hosszú távon akarod fogyasztani, az lehet, hogy harmadik alkalommal lesz az, hogy ez az én kedvenc. Mindig érdekes, amikor kóstolók vannak nálunk, hogy kirakok 5 félét, és akkor elkezdik, hogy nekem az első, nekem a második, nekem az ötödik tetszett, és változik, hogy megyünk. Az első, a harmadiknál mondja, hogy még az első, harmadik, utána az ötödik azt mondja, hogy az ötödik és a második. Szóval egy fél órán, egy órán belül is megváltozik az embereknek az értékelés. A
A Gemenci Nagydíj 2024-ben ünnepli 50 éves jubileumát. Az 1975-ben életre hívott nemzetközi országúti kerékpárverseny nem csak a város, hanem Tolna vármegye egyik legrangosabb sporteseménye, amelynek történetét a Vosinski Mór Múzeum Gemenc 50 fél évszázad két keréken című időszaki kiállításán mutatta be. Méltó kiállítással emlékszik meg a kultikus Gemenci Nagydíjról és annak 50 évéről a Szekszárdi Vosinski Mór Múzeum. A Gemenci Nagydíj történetét mutatja be ez az időszaki kiállítás, azt, hogy hogyan született ez a nagydíj, hogyan jött a gondolat, hogyan hozták létre, kik voltak az alapítók, és a legendás bajnokoknak is emléket állít ez a kiállítás. A szekszárdi versenyzők relikviái mind kikerültek a kiállításban. A kerékpártörténeti kiállítás, vagy kerékpártörténeti részben a Közlekedési Múzeumtól kölcsönzött régi kerékpárok mutatják, hogy hogyan fejlődött a kerékpár története, hogyan alakult ki ez a közlekedési és sporteszköz. A Gemenci Nagydíj kiállításáról szóló részben pedig a sportolók, a bajnokoknak a relikviái, például egy-egy kerékpáros cipő, egy-egy mez, pólók, serlegek, a bajnokok serlegei, érmei kerültek kiállításra, és a kiállítás végső szakaszában pedig a támogatók, a szervezők tárgyai jelennek meg. Egy ilyen kisváros, mint Szekszárd történetében egy 50 éves időintervallum egy jelentős dolog. Jelentős az, hogy egy sportesemény életben tudott maradni a nehézségek ellenére, mert voltak nehezebb időszakok, de mégis életben maradt, mert a szekszárdi közönség szeretettel éltette ezt a versenyt, és azért gondoltuk úgy, hogy megérdemel egy ilyen kiállítást, megérdemel egy megemlékezést. A tárlaton bemutatott tárgyak, dokumentumok és fényképek jelentős része Szabó Kovács János tulajdonát képzik, aki az elmúlt évtizedek során kitartóan gyűjtötte a Gemenci Nagydíj relikviáit, hogy méltó módon megőrizhesse azokat az utókornak. Általános iskolában volt egy tanítóm, aki azt mondta, hogy gyerekek, ha életetekbe valamit nekeálltok és dolgoztok, ha olyan kerül látókörötökbe, akkor olyat alkossatok, ami megmutatható lesz a jövő nemzedékének is. Ez adta nekem ezt az apropót, ugye a Gemenci Nagydíj kezdetekor 1975-ben. Az ötletgazda a most megvalósult kiállítást élete egyik legnagyobb sportsikereként könyveli el. Körülbelül 7 éves gyermek lehettem, Szekszárdváros utcáj még macskaköves domború útfelületek voltak, és Szekszárdon a Széchenyi utcában a posta elől indult mindig a kerékpár verseny. És hát akkor egy kerékpár versenyzőt, egy kerékpár, versenykerékpár az úgy csábította az embert, és ez volt az első olyan dolog, amikor úgy eldöntöttem, hogy én is szeretnék egyszer kerékpáros lenni. Az első alkalommal, ugye Spartakiákként indult ez a verseny, és akkor második évben ugye a megalkotói, név szerint szeretném őket megemlíteni őket. Pálinkás István, a Spartakus Sportkör elnöke, Brodics Béla, az országos Spartakus Sportkörnek a vezetője, Petics József, még ma is élő, és Nádár Konrád, aki remélem mai napon is találkozunk velük. Majd 1990-ben, amikor az állam kivonult a sport események támogatásából, akkor teljes egészében a társammal, aki már sajnos nem lehet itt köztünk, a Rató Vilmossal álltunk neki, és azt mondtuk, hogy ez a verseny nem múlhat el, és hát a marketing munkát és a egyéb olyan munkát, ami aztán a fesztivál jellegét is kidomborította, vettem át. A kiállítás megnyitón köszöntőt mondott Ódor János Gábor igazgató. Ez a tárlat egy 50 esztendős és Szekszárd közéletét is erőteljesen meghatározó sporteseményének próbál emléket állítani.
Minden bizonnyal sokan tudják, hogy 50. alkalommal kerül megrendezésre most július 12-13-án a Gemenc nagydíj, és hát ez az 50 évhez kötelez nem csak a szervezőket, hanem Szekszárd múltjával foglalkozó intézményeket is. Berlinger Attila Szekszárd újonnan megválasztott polgármestere is kiemelte, hogy a verseny történelmi jelentőségű a helyi sportéletben. Nagyon sok emlék fűz engem is kisgyermekkoromtól ehhez a versenyhez. Annak idején még hölgyészi kisgyermekként én azt gondolom ez volt a nyár fő eseménye, az a kritérium verseny, ami áthaladt a 70-es évektől kezdve Tolna megye számos településén, a számunkra gyerekeknek és az ott lévő közönségnek is egy óriási eseményt jelentett. Ahogy jöttek a porfelhő lovagok és elképesztő sebessége szelték a főutcát. Petrics József is a verseny alapítói közé tartozik, csak jó emlékekkel gondol vissza a kezdetekre. Hát az első időszakban, az első egy-két évben, akkor a tapasztalatok gyűjtése miatt szinte állandóan úton voltunk a versenyzőkkel is, meg az edző kollégákkal, hogy fölmérjük a nemzetközi mezőnyt, hogy mi, hogy, mint tehát Csehszlovákiába, Romániába, Bulgáriába, Ausztriába, Jugoszláviába, tehát állandóan figyeltük, hogy tehát a protokollális részre is, meg a szakmai részre is ugye igyekeztünk odafigyelni. Izlustekker Zsolt kerékpáros pályafutása is Szekszárdról indult, azóta már az Epronex csapatát erősíti. Gyerekként emlékszem még, amikor a lámpafényes kritérium versenyre ki kellett menni egy bő fél órával előtte, mert foglalni kellett a helyet, hogy legyen a nézőtéren látni való, meg hogy lehessen látni az ember a versenyzőket. És így, ahogy a gyerekként az így megfogott, akkor így szeretném látni, hogy régen milyen kupákat, vagy esetleg mezeket lehetett viselni. Az ország legrangosabb és legnépszerűbb kulturális rendezvényére eddig közel 450 intézmény, mintegy 2500 programmal regisztrált. A nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, június 22-én a Múzeumok éjszakáján újra színes programkínálattal várják az érdeklődőket a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeumban is. Ódor János, az intézmény igazgatója, invitálója következik. A Múzeumok éjszakája rendezvény az ország egyik legnagyobb múzeumi rendezvénye most már évtizedek óta, és a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum a kezdetektől fogva csatlakozott ehhez a programsorozathoz. Ennek van egy önálló honlapja, tehát aki kíváncsi, az nyugodtan keresgélhet az ország területén bárhol, hogy hol vannak múzeumi események, mert hogy ilyenkor a Múzeumok éjszakáján, ami mindig Szent Iván éhez legközelebb eső szombaton kerül megrendezésre, tehát nem fix napja van, most idén június 22-én, tehát szombaton kerül megrendezésre. A múzeumok mindig egy picit máshogy próbálnak megmutatkozni a nagy közönség előtt, és mi is így gondolkodunk. Nyilvánvalóan az éppen aktuális időszaki kiállításainkat próbáljuk helyzetbe hozni, de természetesen az állandó kiállításainkat is megmutatjuk a nagy közönségnek, illetve hát olyan programokat hozunk ide, ami azért általában nem szokványos. A Szekszárdi Múzeumnak 4 kiállító helye van itt város területén. Az egyik a múzeumnak a főépülete Szent István téren, a Vármegyeházának közel felébe rendelkezünk kiállítással, és van egy irodalmi, mondjuk így negyedünk, 2 kiállítóhely, Babits Mihály szülőház, illetve mellette az Irodalomháza, Mészöly Miklós emlékház. Mind a 4 helyszínen készülünk programokkal, 17 órás kezdettel indul meg, és hát egész éjfélig fog tartani ez a jambori, és reméljük, hogy minél többen fognak minket ezen a délutánon, illetve estén választani, hiszen különböző korosztályok megtalálhatják, különböző érdeklődési területtel rendelkező emberek is megtalálhatják a magukat érdeklő dolgokat, de egy darab karszalaggal mind a 4 helyszín természetesen látogatható, és össze is lehet ezt úgy rakni programként, hogy akit koncert érdekel, az a Vármegyeházán, hogyha megnézi, és utána átjön akár a Babits Mihály emlékházba, irodalmi programokra, vagy a főépületbe akár biciklis programokat megnézni. Akik ismerik a Múzeumok éjszakáját, azt tudják, hogy ilyenkor van padlástúra, pincetúra, tehát egy olyan helyszínekre be lehet menni, mint akár például az itt háttérben megmutatkozó igazgatói iroda, tehát ahol dolgoznak is a munkatársak, úgyhogy aki ilyenre kíváncsi, ilyen háttérmunkára, akkor ezeket is meg tudja tapasztalni. A Vármegyeháza épületében többek között
az ottan éppen működő Weisz Béla grafikus művésznek a kiállításához kapcsolódóan lesznek rendhagyó tárlatvezetések, többek között Weisz Béla közreműködésével, illetve foglalkozások, de Kalauz Attila egy koncertet is fog tartani a Vármegyeház udvarán, tehát ez lesz a zenei programunk, úgyhogy ez gondolom ez mindenképpen érdekes lesz. A Babits szülőházban viszont természetesen irodalom lesz a főszerepben, ott Orbán György és Kovács Gábor borverseket állít össze egy anyagot, ami azt gondolom megint csak, aki ezt a kettő dolgot szereti, az nem fog ebbe csalódni. Az irodalomházában természetesen Mészöly Miklóshoz kapcsolódó tárlatvezetéseken is részt vehetnek az érdeklődők, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden kedves látogatót a múzeumok éjszakáján. Bár nem kulturális program, de egész Európa figyelme most a labdarúgó Európa-bajnokságon van, így közösségi eseményként fókuszban van a szekszári Babits Mihály Kulturális Központ program kínálatában. Erről és más soron következő műsorokról beszélt nekünk Gödrey Zoltán, az intézmény kommunikációs osztályvezetője. Babits Mihály Kulturális Központban a szokásunkhoz hűen, vagy szokásunkhoz híven mindig kínálunk programot, nem is keveset, szerencsére, és mindig minden korosztály igényét kielégítő programokkal várjuk a kedves vendégeket. Itt bent a házban is, a Kulturális Központban, valamint most a június 14-e és július 14-e között zajló Németországban megrendezésre kerülő EB okán is, kint a Garai téren, tehát egy szurkolói sátorral várjuk mindazokat, akik jó társaságban szeretnének, hideg italok társaságában, baráti társaságokban szeretnének kiváló és parádés meccseket nézni. Eléggé bővelkedik az Európa-bajnokság, a labdarúgó-bajnokság eddig meglepetés eredményekben, úgyhogy így tripla vagy dupla az izgalom. Tehát van egy ilyen szurkolói teraszunk kint a Garai téren, ahol óriás lett van, óriás kivetítő lehet ezeket a meccseket megtekinteni. Oda várunk nagy szeretettel mindenkit június 14-e és július 14-e között. Arról, hogy a szurkolói teraszon milyen mérkőzéseket lehet megtekinteni, a Facebook oldalunkon, az erre létrehozott eseményben, valamint a Babits Mihály Kulturális Központ honlapján lehet tájékozódni. Sok mindennel várjuk a kedves vendégeket, például a mozival, érdemes megtekinteni a mozin kínálatát, csupa jó filmmel vagyunk ebben a hónapban is. Van még olyan rendezvényünk, amelyre, ha nem is a Babits Mihály Kulturális Központban, hanem annak szomszédjában, a Művészetek Házában, a Tolna vármegyei Magaskultúra fellegvárában kerül sor. Ez nem más, mint a Visszapillantás című tárlat megnyitója. Kalocsai Jenikő festőművész kiállítása június 22-én szombaton 17 órakor nyitja meg a kapuit. Nagy szeretettel várjuk oda nem csak a képzőművészet szerelmeseit. Ha az ember egy kicsit utána olvas Kalocsai Jenikő munkásságának, egy kicsit utána kutat, nagyon-nagyon szép alkotásokat készít, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes itt lenni nem csak a megnyitón, hanem megnézni a tárlatot is. A városban június 22-én kerül sor 17 órakor a Szentgáli Gyula utcában a Szent János és Pál kápolna búcsújára. Ez is egy tradicionális rendezvény. Június 29-én szombaton délután 16 órától nagy szeretettel várjuk a zene szerelmeseit, ugyanis a Zenélő Magyarország program keretében a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei adnak egy szabadtéri koncertet, amely díjtalanul megtekinthető. A helyszín maga az tökéletes. Tehát ez az intézményünk déli bejárata, ez a színházi főbejáratnak az oldala. Itt a fasor, itt vannak a fák, és a Magyar Rádió szimfonikusainak profi és tehetséges művészei kedveskednek egy koncerthez. Tehát én azt gondolom, hogy egy szombat délutáni élménynek, ugye 16 órakor kezdődik a koncert, egy tökéletes szombat délutáni élményt kínálnak ők. Nagyon-nagyon híres kortárs, picit modernebb és nagy klasszikusokkal érkeznek, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni ide hozzánk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!